Még a hűvös idő ellenére is tavaszias hangulatban telt a vadonatúj tornapálya avató ünnepélye a Minteleki Általános Iskolában. Szombaton délelőtt adták át az új létesítményt, ahol kicsik és nagyok egyaránt hasznos és kellemes időt tölthetnek el a jövőben. Ritter Nándor, református lelkipásztor megáldotta az új kellékeket, hogy azokat mindenki biztonságban használhassa. A sportoló fiatalok pedig street workout produkciókkal mutatták be, mi mindenre használhatóak az új eszközök. Azonban nem csupán a mozgásé volt a főszerep, az intézmény énekkara is készült a mai rendezvényre. A kicsiket Medgyesi Zsófia vezényelte. Megtelt a tornaterem szombaton, mely nem csupán az érdekes bemutatóknak, hanem a beruházás sikerének is köszönhető volt. A helyi lakók kérték azt, hogy mire lenne szükség, minek örülnének igazából, a fiatalokat hogyan lehet olyan lehetőséggel helyben tartani és elfoglalni a szabad idejüket, ami számukra is hasznos, és örülök neki, hogy egy egyesület felkarolta, a helyi egyesület felkarolta ezt a kezdeményezést, és mi pedig a városrészi keretből, amit minden évben biztosít a költségvetésből a város, abból tudtuk támogatni. 1,2 millió forintból valósult meg a fiatalság legújabb találkozóhelye, a polgármester pedig hozzátette, a község a továbbiakban is számíthat a támogatásra. Elárulta, Mintelek környezetét és az ott élő közösséget mindig is csodálta. Szerinte főként az összetartásnak köszönhető a folyamatos fejlődés, melyből a közeljövőben sem lesz hiány a településen. Közvilágítás fejlesztés várható itt a főtéren. Az idei évben szeretnénk még egy B33-as kosárlabdapályát is létesíteni itt közterületen a főtéren. Az iskola mögötti terület fejlesztése várható még, ott egy tanösvényfejlesztés lesz még ebben az önkormányzati képviselői ciklusban. Ezek mellett egy 20 éve esedékes gyalogátkelőhely felfestése, illetve műfüves futballpálya létesítése is megvalósul.